Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban gyertyákat fogok mutogatni. Pontosabban az összes mindenemet, ami az Aurora Candle Company-tól van. Én az Aurora gyertyákat azért szeretem nagyon, mert hol van egy minden polcon. Jó, kicsit poros szegény. Szóval így néznek ki, semmi színes viasz, semmi extra cicamázás nincsen rajta. Egyszerű, egyszínű, rajta van a neve, a logó, sőt ez még a régebbi fajta, az újabbakon van több szöveg az illatról is, egyébként info, és amit nagyon-nagyon szeretek bennük, az, hogy fakanócos. És a fakanócosságtól ilyen nagyon jó ropogós hangot ad ki, lehet, hogy ezt nem hallottátok a kupaktól, szóval a fakanóc miatt ilyen nagyon-nagyon jó faropogása van égés közben, ami az a baj, hogyha egyszer már van az embernek ilyen gyertyája, ami fakanócos, utána soha többé nem tud visszamenni a sima kanócos egészségedre gyertyához. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem az Aurora gyertyákat, mert nagyon jó illatuk van, nagyon gyorsan beillatozzák a szobát is, és nagyon sokáig meg is marad, és nem is kell hozzá olyan irdatlan sokat égetni. Igazából én mindig csak addig égetem, hogy pont a széleig kiégjen, és utána még órákon át nagyon jó illat van a házban. Az egész házban gyakorlatilag. Szerintem 2 darab gyertyám van, ami nem Aurora Candle itt a polcomon, és azon kívül nagyon-nagyon sok Aurora Candle-es gyertyám. Úgyhogy most meg fogom mutatni mindegyiket egyesével egy videóban. Ebben az egy videóban. Úgyhogy nézzük is. Mondok először párat, ami jelenleg nincs itt a polcomon, mert elvittem őket Balázshoz, hogy nála is be tudjak illatgyertyázni a lakást, be tudjam illatgyertyáztatni. Igazából ugyanígy néznek ki, csak nyilván más illatok. Van egy Pumpkin Spice Latte-m, amit azt hiszem tavaly vettem még az őszi kollekcióban. Igazából az ilyen tök és vanília illatú leginkább. Egy cappuccino kakaószórással illatú gyertyám, ami ilyen kakaós kávés illatú és nagyon-nagyon jó. Illetve az új őszi kollekcióból kaptam 3 gyertyát, és mind a 3-ban nagyon sikerült beletrafálnom, bár bementem a boltba megszaglászni őket, hogy biztosan menjek a választásban. Az Élet Szép nevezetű gyertya az csodálatos, az most szerintem nekem a második kedvenc illatom, mert az első kedvenc az a himalájai cédrus és jázmin, amit majd fogok mutatni. És ebbe az Élet Szépben is van jázmin, de közben van benne azt hiszem dohánylevél, meg még más illatok is, tehát ez kicsit több illat van benne. És nagyon-nagyon jó, tényleg szoros második most a himalájai gyertya mellett, mert van egy ilyen kis édes is, vagy ilyen friss, inkább friss, édes, de van benne a dohánylevél, tényleg kis kesernyés illat is. Nagyon jó, nagyon-nagyon tetszik az illata. A sütőtökös pite nagyon hasonlít a Pumpkin Spice Latte-hoz, viszont kevésbé vanília illatú és több fahéj illat van benne. És én nem szeretem annyira vaníliát, úgyhogy a fahéjasság nagyon bejön abban a gyertyában. És még van egy magyaros forró csoki is, ami nekem nagyon hasonlít a belga csokihoz, mert ennek is nagyon tömény csoki szaga van, de jó értelemben tömény. Mert ennek konkrétan egy csoki szaga van. A magyaros forró csokinak viszont, mint a poros forró csoki, egy kis ilyen magyaros beütéssel. És úgyhogy nagyon jók már, hogy tényleg olyan az illat, mint ami rá van írva. És akkor nézzük azokat, amik itt a polcon vannak. Kezdjük legalulról. Ez a sárga dinnye és friss uborka. Ez egy ilyen meglepetés illat volt egy kuponnal. Ezt nem lehet venni boltban, mármint az Aurora boltban. Jóra van tekerve. Hát van egy ilyen kis gyümölcsös, de mint a reszelt kígyóborka fölé hajol az ember, olyasmi illata, ilyen, nem is tudom, mintha valami ilyen wellnesses illata van kicsit, igen. Vagy arcpakolásos wellnesses, ilyesmi. De főleg az uborkát szoktam rajta érezni, bár most, hogy beleszagoltam, a sárgadinnye is eléggé kiérződött, de én nem annyira nem szeretem a sárgadinnyét, mondjuk ízre az illatával nincs bajom. Következő, az óriás virágcsokor. Hú, de rá vannak gyógyulva tetők. Ennek a gyertyának igazából ilyen nagyon friss, virágos illata van, ez egy tavaszi illat. Nagyon tavaszias, nagyon kis kellemes, tehát nem túl
nem túl erős, ilyen pont jó kellemes kis virágillata van. Itt az emlegetett belga csokoládé, ennek nagyon jó étcsok illata van. És az a hátulütője, hogyha meggyújtja az ember, akkor nagyon durva csoki kívánalmai lesznek tőle, mert annyira jó csoki illata van, hogy csokit akar tőle zabálni az ember konkrétan. Igen, amiket eddig mutogattam, azok a vintage méretek voltak, ez egy elegáns méretű gyertya, ez már nagyobb. Ez a himalájai cédrus és jázmin, ez a kedvencem. Igen, ez még nem volt égetve, mert ebből is volt vintage méretem, és azt használtam el legutóbb. Szóval ez ilyen, ennek nem teteje van, ennek ilyen kis doboza. Még mindig imádom. Ennek ilyen friss és édes illata van, a jázmin az nagyon jól kiérződik benne, és az ilyen kicsit fenyős, erdős illat még benne adja hozzá, plusz szóval ez abszolút a favoritom. De mondom, ehhez nagyon hasonló az élet szép. A következőben már nincsen olyan sok, mint látható, eléggé a végét járja. Ez a levendula és seavaj illatú. Ennek igazából főként levendula illata van, szerintem. Főleg így, hogy már kicsit a végét rúgja. Egyébként ezt mindig vizsgákkor gyújtottam meg, vagy suli időben, órákkor, mert ugye a levendula csökkenti a stresszt. Úgyhogy ezzel imitáltam a levendula hatásokat. Másik hihetetlenül finom illat, ez a harangvirág. Ennek is ilyen, az elején ilyen kellemesen alig érezhető az illata, de egyébként meg nagyon-nagyon finom, és egy idő után már azért beüt jobban. Tehát egy nem kell attól félni, hogy alig érezhető gyújtás után közben. Ennek is nagyon jó tavaszias illata van. A következő a fűszeres narancs, ami azt hiszem, hogy őszi illat volt tavaly, az őszi pakban volt benne, viszont nekem a narancs miatt inkább a telet idézi, mert én a narancs illatot azt a karácsonnyal asszociálom. Tehát szerintem ilyen narancsos karácsony illata van leginkább, és nagyon jó. A következő az ilyen kis mini, ez már jó régóta megvan, volt egy időszak, amikor voltak ilyen icipici gyertyák, ez a sós karamella egyébként, és tehát ilyen kis picike, karamella és só illata van, és ezekben az a nagyon brutális, hogy ugye ilyen picike, tehát nem gondolná az ember, hogy erős lesz a szaga, de ezek is nagyon jól be tudják szagosítani a szobát. A következő, ez azt hiszem, ez nyári illat volt idén. Ez a havas szilva és rózsa. Ennek ilyen gyümölcsös, virágos illata van leginkább. Ez is nagyon kellemes illatú. Következő a bazsarózsa. Ezt azért szeretem nagyon, mert hogyha egy ilyen nagyon kis nem túl tömény illatot keres az ember, akkor ez szerintem nagyon jó. Bazsarózsa illata van, virág illata, tavasz illata gyakorlatilag. Ezt is nagyon, nagyon szeretem. És ahhoz képest, hogy beleszagolva a gyertyába, talán nem érzi azt az ember, hogy olyan nagyon erős lenne az illata. Meggyújtva, hogyha végig körbe, akkor az lesz, higgyétek el. Itt van egy újabb kisebb gyertya, ez a gurulós málna. Ennek nagyon jó édes málna illata van. Hát van egy csomó ilyen kis illatviaszom, ezek igazából így a rendelések mellé jártak legtöbbször. Ez a citromfő és gyömbér, nekem ebből volt nagy gyertyám, már mint vintage méretű, és egy időben ez volt a kedvencem, de aztán azóta átvette a helyét a himalájai cédrus. Ennek nagyon jó citromfű illata van, és én nagyon szeretem a citromfüvet. A következő, ez az angol rózsa nevezetű, ennek igazából rózsa illata van. Ennek abszolút leírja az illatát a neve. Bár a legtöbbnek leírja az illatát a neve. A következő, ez a rozé, pezsgő és pomeló. Ennek őszintén nem tudom megmondani, milyen illata van, de egyébként kellemes illata van. Jó, van ilyen mini illatviaszból pumpkin spice lattém is. Ennek most nagyon tökös az illata. Ez pedig a mangós limonádé, ennek ilyen mangós illata van leginkább. Ez itt egy szintén egy kis mini gyertya, a babahintőpor nevezetű illatból. Ennek azt gondolná az ember így hirtelenjében, hogy legalábbis én azt gondoltam, hogy nincs jó illata, de annyira nagyon jó, tényleg hintőpor illata van, de nagyon-nagyon jó. Ez itt pedig egy lilium az esőben, ennek is ilyen nagyon kis kellemes illata van. Érzed a levegőben, de nem tömíti el az orrodat, meg az érzékeidet. Következő a mézes kalács, na ha valami karácsony, akkor a mézes kalács az abszolút karácsony. Igen, mézes kalács illata van, és nagyon-nagyon jó. A következő az egy tavaszi illat, a sejmes cseresznyevirág.
ez talán annyira népszerű volt, hogy nagyon gyorsan el is fogyott, legalábbis utána már nem lehetett rendelni. Ennek nagyon-nagyon-nagyon jó illata van, úgyhogy azért nagyon sajnáltam, hogy nem lehetett belőle többet rendelni. Nagyon tavaszos illat. Hát igazából nem szoktam sokat virágzott cseresznyefák alatt mászkálni, de ettől a gyertyától úgy érzem, hogy virágzó cseresznyefák kerültek a szobába. És így most ez az utolsó gyertya, amit mutatni fogok, ez pedig a gőzölgő almás pite, aminek szintén eléggé leíró neve van. Talán most már, hogy ez is egy ideje megvan, a kis üvegében annyira nem érződik olyan jól az illata, viszont meggyújtva tényleg. Megvan ez a... Ennek is ilyen kicsit fahéjas illata van, ugye a pite miatt. Ilyen fahéj, alma, vaj, ilyesmi. Ez nekem azt hiszem már a második gőzölgő almás pitém, mert volt egy ilyen nem régebben is, és ezt már elhasználtam, és hát, mint látszódik, ez is már a felénél jár. Nagyon jó süti illata van ennek is. Nos, ez lenne az összes aurórás illat, gyertyám illat, viaszom. Mindegyiket nagyon-nagyon szeretem. Igyekszem mindig őket úgy égetni, hogy mindig másikat, tehát hogy ne fogyjon el egyszerre egy, hogy mondjuk mindig ugyanazt égetem, és akkor gyorsan elfogy, hanem így. Azért van ennyi, mert mindig azt csinálom, hogy amikor van új gyertyám, akkor azt égetem, és akkor amit előtte égettem, azt ideig nem égetem, próbálok velük ilyen szempontból spórolni. Szóval én nagyon-nagyon szeretem ezeket a gyertyákat, ugyanolyan vegán, kézműves, kisvállalkozós termékek, mint szerintem az ilyen könyvesebb gyertyák is, csak nekem annyira beváltak az Aurora gyertyák, hogy én már nem tudnék átszokni a könyves gyertyákra. Nagyon jól el vagyok ezekkel is, igazából tényleg nagyon. A fakanóc, az annyira megnyert magának a fakanóc, hogy nem tudok olyan gyertyát égetni, aminek nincs fakanóca. Vagy hát az olyan szomorú gyertya égetés már, hogyha nincs a gyertyának fakanóca. Nagyon szeretem, főleg amikor legelőször gyújtja meg az ember az Aurora gyertyát, és még akkor kezdi csak el beropogtatni a fakanócot a láng. És így ropog, és tényleg ezt a téli kandalló mellett ülős feelinget adja át vele. Ezt egyszerűen a sima, nem tudom miből van a sima kanóc, de a sima kanócos gyertya ezt az érzést nem tudja átadni. Úgyhogy abszolút elfogult Aurora Candle gyertyás fanatikus vagyok. Mint látható, van egy pár gyertyám tőlük, és nagyon-nagyon szeretem őket. Ez lett volna ez a kis Aurora gyertyás bemutatós videóm. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!